19. alkalommal rendezték meg a kis zombori falunapot, amely egyben ünnepi pillanat is volt a kisközség számára. Összesen 112 milliós támogatásból újították fel a művelődési házat, a könyvtárat, a hivatalt és tanácstermét, valamint a nappali ellátást biztosító épületeket. Az eseményen Lázár János levélben köszöntötte a kis zombariakat, és gratulált a könyvtár és a művelődési ház átadásához. Meggyőződésem, hogy azért kaptam meg önök bizalmát számos alkalommal, hogy cselekedjek a közösségért, cselekedjek önökért. Hiszem, hogy minden politikus azért kap bizalmat választóitól, éppen ezért tudom, hogy aki most tétlen, mellé beszél, az vét legnagyobbat a magyar nemzet ellen. Biztos vagyok benne, hogy megértik, sőt megkövetelik tőlem, hogy ne önökkel ünnepeljek, hanem a munkámat végezzem ebben a válsághelyzetben. A levél felolvasása után kis zombor polgármesterének nyitó beszédével folytatódott az ünnepi megnyitó. Örömmel mondhatom el, hogy felavathatjuk a megújult művelődési házat és mellette a megszépült könyvtárat és polgármesteri hivatal felújított tanástermét is megmutathatjuk vendégeinknek. Így, ami tavaly terv volt még, az idén megvalósult. A falunap megnyitó ünnepsége után a Makó és a kis zombori magánzeneiskola fúvós zenekarának felvezetésével átadták a megújult könyvtárat és a művelődési ház épületét.